Évről évre a legszebb, legünnepibb események egyike az oktatási intézményeinkben a ballagás, az emelkedett hangulat, a díszbe öltözött apróságok, a kicsinosított udvar és épület mind-mind a nagy esemény részei. A Hétszínvilág óvodában ennek a szép alkalomnak a részesei lehettünk. Az óvi udvarán a délelőtti órákban az igazán picik búcsúztatták a ballagókat. Az énekért ének jár cserébe, megintegetés a jó utat kívánás részeként. Hogy mennyire fontos is ez az esemény, mutatja, hogy Szabó Tamás ercsiváros polgármestere is személyesen tiszteletét tette, hogy a beszédből mi maradt meg, azt nem tudjuk, de a város címerét viselő tortaképe bizonyosan. Megható pillanat minden életben, amikor az ember valahonnan elköszön, elbúcsúzik, és most ti vagytok ebben a soron, hogy itt hagyjátok az ovit nem sokára, és mentek az iskolába, mint ahogy itt. Az előbbi versbe, énekbe elmondtátok, és bízunk benne, hogy ez a szépség és a jóság a szívükbe záradott, és mindig jó emlékkel fogtok ide visszagondolni, hogy ki volt a ti óvónénitek először, mert én is itt vagyok már nagyon öregként, de még mindig jó szívvel gondolok vissza arra az nénire, aki az én óvónénim volt, abban a faluban, ahol én nevelkedtem, és sose sem fogom elfelejteni őt se, meg a többieket is, akik ebbe nekem sok-sok élményt, érdekességet adtak az életbe. Szép hagyomány folytatódott a ballagók neveit tartalmazó szalag óvis zászlóra való felkötésével. Bondár Anna, Egresi Noémi és Kis Zsófi segédkezett Gabi néninek ebben az ünnepi mozzanatban. Jött a várva várt tortázás és az útra való ajándék átvétele, ezek a további pályafutásban nyújtanak majd némi segédletet. Kis bulizás következett, a sárgalábú cinegét itt is ismerik el. Délután a Hétszínvilág óvi már a szülők számára is nyitva állt a nagy napra, az ünneplőbe öltözött picúrok füligérő mosollyal integettek. A mai délelőttön a gyerekek már elbúcsúztak a kisebb társaiktól és az óvoda dolgozóitól, és nagyon készültek erre a mai napra. Ez bizonyítja az is, hogy olyan bulit csaptak délelőtt, amelyet ez az óvoda még nem látott. Úgyhogy nagyon összeszoktak a gyerekek, ennek örülünk, és bízunk benne, hogy az iskolában is ilyen kedves, jóra való gyerekek lesznek. Szabó Tamás ercsiváros polgármestere újfent elbúcsúztatta a picúrokat, jó utat és eredményes tanulmányokat kívánva nekik. Az óvónénik a hagyományok szerint az óvi saját dalát énekelték elköszönésképpen. Flamingo színű rózsaszín kép átölel rád.
búcsúzók talpra esettségét mutatja, hogy önállóan és bátran mikrofont ragadtak, ez a határozottság jó kísérőjük lesz majd a továbbiakban. Kedves közönségünk, nagy nap írant fel ma, izgalommal készültünk fel erre a nagy napra. Sírat egyik szemünk, a másik meglevet, hogy el kell ma hagyunk ezt a kedves helyet. Kérünk most mindenkit, tartsanak velünk, ha tetszett a műsorunk, tapsoljanak nekünk. A sok-sok ballagó elbúcsúzott közösen és külön-külön csoportonként is énekes dalos produkciókkal. Üde színfolt volt a pompomos kavalkád a Mary Poppinsra. A nagyvilágot jelképező kapunválon a tarisznyával, az arcocskákon a búcsúpuszival elindultak a leendő kisiskolások a nagybetűs élet irányába. Ábrahám Gabriella, a Hét Színvilág óvoda vezetője szintén sok sikert kívánt a picúroknak, útjukra indítva őket. Az iskola előtt az első út a boldog szülők karjaiba vezetett most. Thank you.